Múlt héten megváltunk és elváltunk Babicstól, hogy helyet adjunk négy előadás erejéig I. és Gyulának. Az I. és előadás sorozatnak külön címet is adtam, bár ez a meghívó nem szerepel, mert növeli, ki elfödi a bajt. A mai alkalommal az előadás első részében I. és Dombóvár kapcsolatával foglalkozom, utána pedig kitekintek más művekre is, hogy legyen betekintésünk azokra a művekre is. Sokszor fogok idézni, de nem mondom, hogy most idézek, hanem megpróbálom mindig a hangomat majd váltani, amikor nem idézettel beszélek. Az én életemben Dombóvár volt az első város. Csak vallomásokban tudok beszélni róla. Az idén nyáron háromszor, négyszer is volt részem a szívdobogtató érzésben, amely vadidegen ország fővárosában elfogja az embert, mikor a pályaudvar bábeléből kilép a pályaudvar előtti térre, mely a világ minden fővárosában olyan kísértetiesen egyforma. Annak a boldog szűködésnek az izgalmát sehol sem éreztem, sosem érezhetem már, amely 20 év előtt akkor urhodott el rajtam, mikor az új dombovári pályaudvaron csomagjainkat egy percre földre rakva apámmal, anyámmal és két testvéremmel átadtuk a kapusnak a kávébarna jegyet, s az üveges ajtón át, mely mindegyikünk után rögtön becsukódott, kivergődtünk a városba, álmaink és reményeink csodavárába, családunk székhelyébe, ahol hatalmas rokonaink éltek. Két vendéglős, két mészárosmester és egy köztisztviselő. Írja ezt I. és Gyula a Budapesti Hírlap 1934. november 25-i számában, amely vasárnapi szám volt, a Városról Városra című sorozatban. Így folytatja. A város a Sugárút végén, az állomástól jó messze, a tekintélyes domb tetején vidáman csillogott, poraiból megelevenett főnix, akkor élte tollasodásának első idejét. Bent a városban, ahova jó fél órai gyaloglással érkeztünk, büszkén és öntudatosan nyüzsgött a rengeteg nép, nem csak az én pusztai szemem látta ilyen büszkének azokat, ők a valóságban is azok voltak. Ha igaz, hogy az ember egész életére egy tájba gyökerezik el, dunántúli gyökereim közül az egyik legerősebb az, amely Dombóvárból táplálkozott. Rövidesen csak Dombóvár emlékéből. A családi konzílium az első gimnáziumi év után, mint érdemtelent, kiközösített magából és a városból. Ennek köszönhettem, hogy igazán megismertem. 11 éves Coriolanus, sanda szemmel néztem a távolból a város életét. Ragaszkodtam hozzá, ahogy csak egy füstbe ment ábránthoz, egy szétesett mesevilághoz ragaszkodhat a lélek, a gyermeki és a felnőtt egyaránt. A dombováriak iránti irigységen nőttem fel. Számon tartottam mindenkit. Késő kamaszkoromig emlékezetből azokba a lányokba voltam szerelmes, akiket Dombováron első gimnazista koromban láttam utoljára. Ahogy a hírek jöttek róluk, aszerint válogattam őket. Az írás, emlékezés, vallomás és a korabeli Dombóvár bemutatása. Az író aztán így fejezi be az írást. A végén bevallhatom, hogy nem is város, csak község. Hát nem így is volt egyedül, azt hiszem, aki vidéki diákként ide kerülve Dombóvárt érezte életében az első városnak. Holott, mikor én ide kerültem, még akkor se volt város. És jó néhányan vagyunk így, akik még
egy községben kezdték, hogy aztán napjainkra elmondhassuk, hogy városban élünk. Nagymányoknak, mágosnak könnyebb, mert ők sokkal könnyebben lettek várossá az elmúlt időben, mint annak idején Dombóvár. Egy nevet közben megmagyarázok, Coriolanus, római hadvezér volt, akit kiközösítettek és száműztek Rómából, aztán ő rátámadt. Shakespearenek van egy drámája, ezt Petőfi fordította, nem véletlenül választotta Coriolanus alakját, mert benne látta a Róma ellen lázadó forradalmát. A köztisztviselőről kell szólnunk, ő apjának a testvére volt, Illés Gyula főjegyző, aki a 20. század elején sokat tett Dombóvár fejlődésért. Így és Beatrice aprodjai című önéletrajzi ihletésű regényében egész fejezetet szentelt nagybátyja emlékének. Keresztnevét is az ő tiszteletére kapta. Tehát így lett Gyula, hogy volt a családban valaki, aki kezdett kiemelkedni az iparosságból, tisztviselő lett, tehát rá fel kellett nézni. 1975-ben Két nép hű fia című Pável Ágoston tanárról írásában így fogalmaz. Szorongva érkeztem életem első világvárosába, Dombóvárra. Tehát ekkor az emlékekben Dombóvár már nem is csak város, hanem világváros. Hát a pusztához képest. A szorongásnak megvolt az alapja, de nem volt ez alaptalan. A pusztai iskolában a 6 évfolyam egy teremben szorongott. Volt ennek hátránya, volt ennek előnye. Aki járt osztatlan iskolába, az tudja, hogy az értelmesebb gyerek, a kisebb, gyorsan megtanulta a felsőbb éveseknek a tananyagát is. És volt olyan tanító, aki gyakran ugye úgy szégyenítette meg a nagyobbat, hogy a kicsitől kérdezte meg, mert tudta, hogy az már tudja. Nem jó pedagógiai fogás, de hát ugye valahogyan valamit el kellett érni akkor is a pedagógusoknak. Mi lesz itt az eredmény? Nos, fél évkor majdnem megbuktam. A magyar tanári kar nem volt gerinc híján. A dombóváriak nem voltak befolyásolhatók. De esetemben kellőképp belátók sem. Nem keresték elképesztő felkészületlenségem okát. Ebből az időből származik Illésnek az az ambivalens érzésvilága, latinul odi et amo, szeretem és gyűlölöm, Dombóvár iránt, amit oly sokszor emlegettek. A dombóváriak leginkább úgy tudják, hogy nem szerette Dombóvárt, de amit eddig felolvastam, abból nem ez derült ki. Beatrice aprodjai című önéletrajzi művében ezt olvashatjuk. Dombóvár és a megye legtekintélyesebb vaskereskedésének nagy emeleti lakásában nem szűnt meg annak idején a zsúr a 8-tól épp 18 év közti nem kis számú rotelmer sarjadékok körül. Engemet két osztálytársam, Rotelmer Artur és Ernő babos kávéra járatott ide. A Beatrice név utalás Dante 8 esztendős szerelmére, és azért kapta ezt a címet a mű, mert a 10 éves fiatalok közt születő érzelmek fontos szerepet kapnak ebben a regényben. Rotelmer Ernő különben 1921-ben az elsők között érettségizett a gimnáziumban, hogy Arthurral mi lett, arról nem szól a krónika. A régi dombóváriak emlékeznek a Rotelmer sarokra, a Rotelmer házra, amit azt hiszem Dombóváron az egyik olyan épület, amit nem kellett volna lebontani. Hiszen Dombóvár emblematikus épülete volt, mindenki tudta, hogy miről van szó,
és sokkal szebb volt, mint ez a hotel, amit talán sokan tudnak, hogy kitervezett Makovec ifjú korában. Budapesti Munkácsi Gimnázium irodalom dolgozata kapcsán emlékezik ismét Dombovára. A pusztítóan rossz tanyai iskola után a Dombovári Gimnáziumban a helyesírásból vallottam a legszégyenteljesebb kudarcot. Így erre rávetettem magam, hisz egyedül csinálhattam. Fél év múlva a fiúk dolgozatírás közben felén fordulva suttogták a kérdést, hogy egy T vagy kettő, s mikor elipszilon a J. Szigeti tanár úr a visszakapott dolgozatomban megpiros tintázta ezt a szó elválasztásomat, jobb bágy. Megkérdeztem, milyen hibát követtem el azzal, hogy a két B-t megosztottam. Összetett szó. Leültem. De némi idő után felálltam, és megkérdeztem, miből van összetéve a jobb bágy? Magának azt már történelmből kellene tudnia. Nem tudtam meg. A vita végén a tanár kizavarta a tanteremből. Majd jött a történelem óra, tanára a dombovári származású Varjas Sándor volt. Ő számon kérte az előző órán történteket. S a vita végén megkérdezte, hol végeztem addig a gimnáziumi osztályokat. Bibit tapintott. Valahányszor ilyesmire kellett válaszolnom, enyhe görcs környékezte a torkom. A kiejtésem miatt nyert megszégyenülés jutott eszembe, erről majd lesz szó. Akkor is, midőn már hitem szerint, s persze anyám szerint, kivogástalanul beszéltem. Ennek gombóca jött föl most ráadásul. Már Bonyhádnál a szemüvege fölött pillantott rám. Dombovárnál, mintha különlegesen csillant volna a csiptetős szemüveg, finom sejem szalagocska tartozott hozzá, tetszetősen a fül mögé kanyarítva. Dombovár! Visszakérdezve úgy hangzott, mint egy büntet székhelye. Varjas Sándort 1919-ben a tanásköztársaság bukása után letartóztatták, és a börtönben így és látogatta mindenféle rokonságot bizonyító dombovári iratok segítségével. Nem voltak rokonok, de a dombovári kapcsolatok révén be tudott szerezni mindenféle iratot, és így rendszeresen bejárhatott a börtönbe. Végül a Szovjetunió kicserélte ugye magyar foglyokra Varjast is. Budapesti középiskolai éve alatt a szünidőket általában vidéki rokonoknál vagy apjánál tüskepusztán töltötte. Így a Beatrice apródjaiban gyakran előfordul Dombovár neve. Csak mutatom a könyvet. Aki úgy gondolja, hogy többet meg akar tudni, hogy hányszor fordul elő Dombovár és milyen események, akkor elolvashatja például a nagyanyja temetésének a befejezését, hogy milyen szépen tudtak akkor ugye mulatni egy temetés után is a népek. Megfelelő adag pálinka elfogyasztása után. És legrészletesebben a puszták népében szól Dombovárról és a gimnáziumról. Ezt mindenkinek ajánlom, aki még nem olvasta. A mű 1936-ban jelent meg először, azóta sok kiadást ért meg. Új-Zélandon kötelező olvasmány. Ezen a művön mutatják be a diákoknak azt a társadalmat, ami számukra ismeretlen. Valószínűleg elrettentő példaként. A
a cseléd summás világot, a nagybirtokok világát. Lassan jöhetnek megint Magyarországra. A könyv szociográfia, azaz társadalomrajz, családtörténet, életmódleírás, önéletrajz, fejlődéstörténet és lélekrajz. Tehát igen sok oldalú mű, nagyon sokat lehet tanulni belőle. A puszta szó jelentése nálunk más, mint az Alföldön. Ott a nagy, sík rónaságot jelenti. Petőfinél még a szabadság jelképe is. Külföldi rokonaim egyszer, mikor itt voltak, ragaszkodtak hozzá, hogy vigyem el őket a pusztára. Mondtam nekik, ott nincs semmi. Menni kellett. Nem nyugodtak, mentünk három autóval, odaértünk, kiszálltak. Mondják, itt nincs semmi. Na már mondtam, de hát legalább megtapasztalták ők maguk. Visszaültünk, jöttünk haza. Hát mert otthon mindig azt hallották, hogy a puszta a puszta. A Dunántúlon a puszta uradalmi központ volt. A kastéllyal, a cselédházakkal, a gazdasági épületekkel, az istálókkal. Dombovár környékén sok ilyen volt. Mászlony, alsó, felső lepert, konda, dalmanc, harvas, és legközelebb ugye tüske. Ilyen puszta volt a Pálfa közelében lévő felső Rácegres is, ahonnan Íj és Gyula élete elindult, hogy Simontornyán keresztül, ahol apja akkor kocsmát bérelt, meg kell mondanom, nem sikeresen, belebukott, megérkezzen Dombóvárra. A megérkezést már idéztem. És aztán jött a tapasztalás. A mezővároskában kezdetben szenvedtem. Kegyetlenül szenvedtem. Mintha naponta egy-egy bört nyúztak volna le rólam. A végzet egy mértanórán írt utol. Ezt a tantárgyat rokon szemves fiatalember tanította. Lelkesülten bámultam rá, ha padok közti sétájában néha mellettem állt meg. Ruhájának illata ma is az orromban van. Magas, szőke fiú volt. Egy évre rá elesett a háborúban. Valójában később a tanár Schneider András 1916-ban esett el az északi fronton. Itt közbeékelnék egy megjegyzést. Ebben az évben, 16-ban az akkori igazgató levelet írt a miniszternek, kérve, hogy több tanárt ne vigyenek el katonának. Csak férfi tanárok voltak. Mert egyeseknek így is heti 12 órája van már. És szombaton is volt tanítás. Tehát ha elosztjuk, napont akár még 2 órája is lehetett egy tanárnak. Ja, és a fizetésről nem szólok. Mert hogy szakácsnőt is tudtak azért tartani. Mondd is, amit csinálsz, szólt hozzám a tanár. Egyenest húzok a B és A pontok között. Feleltem. A tanár mosolyogva ütötte fel a fejét. Mi között? A B és A pontok között. Egy kicsit tájszólásban beszéltem. Tudnunk kell, hogy a mi vidékünkön kétféle E hangot ejtünk. Az árt E és a nyílt E. Ő még azt egy kicsit nyíltabban is beszélte. Az árt E helyett mondanak őt a szögediek, meg régebben a döbrököziek. Van egy szavunk, amiben két E magánhangzó szerepel, és ennek 4 jelentése van. Elmondom nyílt és zárt elvel, az árt helyett megismétlem ővel is. Ti mentek. Ti möntök. Ők mentek. Ők möntek. Én mentek. Én mentök. Ők mentek, azaz mentesek valami alól, mondjuk adó alól. Ezt nem tudom ővel mondani, mert mind a két E nyílt el. Tehát
Ez a mi vidékünk egyik sajátsága. Az őzés különben nem eredetileg szögedi, az sárközi volt, csak a török időkben, a sárközben a lakosság nagy része megmaradt, mert a törökök nem tudtak bemenni a mocsarak közé, és a török győzése után kiözönlött a fölösleges nép a szabad területekre, az Alföld nagy része, ugye Szeged, Hódmezővásárhely vidéke velük népesedett be, és közülük kerültek néhányan Döbröközre is. A török kiűzése utáni időben ugyanis Döbrököz volt Tolna megye legnépesebb települése. Nehezen hisszük. Döbröközön volt egy időpont, hogy annyian laktak, mint a megye összes településein azon kívül. Nagyrészt rácok, és akkor még rácpópa is volt Döbröközön. Egyik részük átment Gyulajra, ugye ott van a Tóth utca, meg a Magyar utcát, a rácokat, a rácok a szerbeknek ugye a görög-keleti vallású része. A másnapi sikertelen szereplés után, ugye kapott egy lehetőséget, hogy másnapra tanulja meg, hogy hogyan kell mondani az áf helyett az F-et, megszervezte magának az utazást, a csomagját eldugta a bokorba, füzetre kért pénzt, elhagyta a gimnáziumot és Dombovárt, jó érzékkel nem hazautazott, Simon tornyáig vett jegyet, onnan gyalogolt tovább pusztai rokonokhoz. Aztán egyszer csak elkezdték keresni. Nézzük meg, mit árul el így és gimnáziumi bizonyítványának anyakönyvi lapja. 1913. szeptemberében kezdődött meg a tanítás a Dombovári gimnáziumban. A beírt 111 tanulót két osztályra osztották. Majd egy egész gimnáziumnyi tanuló. És az első A osztály tanulói között találjuk így is, akkor még Illés Gyula nevét. Az így és változatot ő alkotta meg, mondván, hogy a pápista apai ág rosszul írta a család nevét. Az összes dombovári Illés volt. Még vannak, akik ismertek, biztos a Restiben volt az egyik pincér annak idején. És van itt olyan, akinek az osztálytársa, Illés egyik mellékági unoköccse volt az Illés Gyula, aki most Kaposváron megvan még. Hol? Nakon van? Akkor onnan ismerős egy Kaposvár ismerősömnek. Ez csak úgy mellékesen. Tehát itt volt a családi ház, a Buzatéren volt, mai Hunyadi tér, mégpedig nem is kis családi házuk volt. Az Illés nagyapa és az ősök pásztorok voltak, juhászok voltak, és jól megszedték magukat. A 111 tanulóból 1921-ben, tehát 8 év leteltével 23-an érettségiztek. Hát egyrészt ugye nagyon sok szülő, hogy kezdődött a gimnázium, lelkesedésből beiratta a gyereket, másrészt meg közben volt egy háború, meg két forradalom. De ott vagy az idősebb gyerek már ment a frontra, vagy a szülők kerültek olyan anyagi helyzetbe, hogy tovább nem járhatott gimnáziumba a gyerek, hanem ment inasnak. Az anyakönyv a bizonyítványnak az iskolában maradó változata, olyan másolat, ami megegyezik a bizonyítvánnyal. Az osztályzatokról nem szólok, hiszen személyis jogokat nem sértünk. Azok elég vegyes képet mutatnak. Apja foglalkozása kocsmáros. Osztályfőnöke Szmodics Zoltán volt. A Szmodics család is dombovári család. Majd kiderül mindjárt, hogy mi volt az ő kapcsolat az irodalommal. 1913-ban Szakolcáról a cseh morva határ menti, ma Szlovákiában lévő kisvárosból a végekről, Juhász Gyula nevezte így, került haza Dombovárra.
Szakolcán együtt tanított Juhász Gyulával. És Szimák Zoltán néven, ő az egyik főszereplője Juhász Gyula Ormán lelke című kis regényének, amelyet Juhász Gyula 1924-ben fejezett be. Szakolcán írta Juhász többek között a Milyen volt és a Végeken című verseit. A kisregényben két jobb sorsra érdemes gimnáziumi tanár szellemi, lelki szenvedéséről kapunk képet. És míg Juhász Gyula a Végeken című versében nagy operáról, bordó és aranyról, az aranyhímű Amerikáról álmodik, Szimák Zoltán Dombóvárról. A műben így szól Orbánhoz. Mégiscsak folyamodom az áthelyezésért, mert vagy azért se helyeznek át, és így is jó lesz, vagy pedig oda helyeznek, ahová én kívánom. Nagyon kérlek, írj egy szép, okos folyamodványt, említsd meg a talajviszonyokat, melyek egészségemre kedvezőtlenek. És elsősorban Losoncot, másodszorban Dombóvárt kért nevemben. Így talán elérhetem, hogy ott halok meg, ahol születtem. Hát miért mondtam, hogy Dombóváról álmodik, és miért Losoncot jelölik meg első helyen? Mert az első helyre úgyse szokták kinevezni őket. Tehát ez volt benne a furfang. És még a Szmodics családnak egyik tagját én tanítottam a gimnáziumban annak idején. A másik név az anyakönyvben az összeolvasó tanáré, dr. Pavel Ágostoné. Ugyan a gimnáziumban nem tanította íjést, csak időnként helyettesített náluk, de később szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Az író róla írta Két nép hű fia című művét, amiből már idéztem, amiben világvárosnak nevezte Dombóvárt. Egyszer még Pavel Ágoston a lakására is elküldte, hazaküldött egy levelet a feleségének vele. Később Szombathelyre került, és hogy miért két nép, a másik nép a szlovén. Magyarországon vennek, nevezték őket. Ennek a kultúrának az egyik legnagyobb képviselője volt, és így is meg is látogatta, ezt a látogatását is megírta ebben az írásában. Ijes Gyula nevét utoljára a második A-osztály anyakönyvében találjuk meg, 1914. szeptember 30-ai bejegyzéssel. Szülei kívánságára kimaradt. Ő jobban kívánta. Középiskolai tanulmányt Bonyhádon, majd Budapesten folytatta. A puszták népében Dombóvár környékének hírversíróit is megemlíti, mint a szakcsi Tóth Pál Józsefet és a dobdöközi Nagykovács Istvánt. A Nagykovács István önéletrajza, életrajza és versének egy része, az egyik unoka rendezte össze, és adta ki, de megjelent előtte az életrajza már egy közös kiadványba, ilyen népi költők, írók életét mutatja be az a kiadvány. A Kovács családot már Döbrögző többen ismerik, a Kölcsey utca sarkán lévő zöldséges bolt Kovács Istvánja, az ő fia. És a két unoka itt végzett a gimnáziumban, de ez egy lányunoka, ez a másik fiúnak a lánya, aki kiadta a könyvet. Hát mindjárt kiderül, hogy miért emlegetem én ezeket a költőket. Nagy Kovács István önéletrajzából azt is megtudhatjuk, hogy az alsóleperdi Summás tanyán hogyan vívta a költői versenyt a hallgatóság nagy derültségére. Tóth Pál miniszteri engedéllyel egy lapos hírújságot terjesztett a környező településeken, a híreket versben írta. Pusztákon, jártában, keltében gyűjtötte az anyagot. Éj és idéz is tőlük. Több ilyen hírverset is. Én egyet választottam, mivel kurdi vagyok, így magam felé hajlott a kezem. Így és így kommentálja ezt a verset. A lélekbúvár és az etnográfus, ugye a néprajzos,
igaz drága gyöngyöt talál ebben a hadsorban. A kurdi legények új divatot kezdtek. Kabátjuk zsebjébe kukoricát tesznek. A zsebjükben azért hordják, hogy a fonóháznál a lányokra szórják. Ezt a divatot minden lány kedveli, mert a kukoricadobálás a szerelmet jelenti. Hát ilyenek voltak a kurdi legények valamikor. A Beatrice apródjaiban többször is visszatér gondolatban Dombóvárra, hogy aztán a valóságban is megtegye ezt. Hogy milyen érzelmekkel ébdelt azon a járdán, majd kibe abba a házba az első gimnazistaként, az egykori vadóc pusztafi, arról terjedelmesebb betétet elmélkedhetnék ide. De egész Dombóváron. 1975 őszén Pestre visszatérőben Pécsről megkértem a színház velem és baráti viszonyú gépkocsi vezetőjét, hogy kanyarodjunk a bemutató másnapjának reggelén Dombóvár felé. Aztán a kaposlapájról fölsuhanva az egykori korona elé lassítsunk, a templom után itt jön az egykori Erzsébet utca, ma is az. De itt sem ismertem meg a permetek fátyolozta a kocsi ablakonát, hogy a múltba valósággal térdig süppett földszintes házok közül melyik azonos a szekszárdi vármegye az egykori vetélytársával, Dombóvár hajdani községházával. Ott lakott a nagybátyja is ugyan az Erzsébet utcában, és az emlékeket jött keresni, de hát már ugye nem nagyon találta. Hiába utazott több évre Párizsba, tanácsköztársaság utáni időben, mert az ő talpa alatt is égett a talaj. Hunok Párizsban című szintén önéletrajzi művében is feltűnik Dombóvár. Otthon aggódtak értem. Párizs. El tudom képzelni, hogy a név hallatára milyen kép ugrott Ozorán, Dombóváron, a pipapöffentésekbe, a felhőkbe, a révedő tekintetek elé. A kép nem volt megnyerő. Dombóvár képzelmében az egész francia nemzet egy óriási paplon alatt van, pucér, de nincs egyedül. Mármint a paplan alatt. Mi okozta ezt? Kezemben van apám tüskepusztáról keltezett kemény tolvonású kovácsmesterbetűs levele, amelyben megindító körülményességgel, mint egy nemi felvilágosultságom elismerése nélkül, óv a nemi betegségektől és erőm elpazarlásától. Ozorától és Dombóvártól nemes erkölcsi intelmeket kaptam. Aztán még több helyen megjelenik ebben a műben is Dombóvár, olvassák el. Hosszan idézhetnénk még így és műveiből, hiszen egész életében elkísérte a gyerekkor világa, a gyerekkor tája. Azt vallja, hogy hőnevelői a dunántúli dombok voltak. Egész sor írása, próza és vers bizonyítja a szülőföldhöz való ragaszkodását. Ezek közül most egyet idéznék, az egyik legszebbet. A címe Szekszárd felé. Nem az egész verset olvasom föl, csak néhány részletet. Kis vonat megy nagy domboldalon, terhes kicsi nő a vonaton. Jár itt is, ha más nem a szeme, a fajta ki nem röst sohase. Jár a szemem a terhes kicsi nőn, azt gondolom, itt megy a jövőm. Visz tovább egy népet, eltakar csempészárú kép hoz egy magyart. Egy ilyen kis nőben rég Babics, épp talán anyámat látta így. Jár a szemem a kedves kis anyán, azt gondolom, itt megy a hazám. Viszi, mit se tudva, szakadék örvény fölött Árpád örökét. Benne él talán,
ki engemet, holtomban is meg-megemleget. Hát itt vagyunk most mindnyájan, akik éppen őt emlegetjük. 1981. szeptemberében járt utoljára Dombováron. A televízió Szülőföldem címen filmet forgatott vele Tolna megyében. Ekkor a művelési házban találkozott Dombovár közönségével. Én ott voltam. A művelődési ház 1987. októberében két napos rendezvényt tartott a költő tiszteletére. Az 1987-88-as dombovári kalendárium is íjést helyezte a központba. A kalendáriumban a köszöntő után íjés 1935-ben írt verse következik. Címe: Van egy hazám. Van egy hazám, még a hazán túl. A haza meleg közepében, mint magház a gyümölcsében, belőle csarjadtam Dunántúl. Fencált életem már köröz le, de már nem emlék, nem is vágy visz a Sió, a Kapos, a Sárvíz vidékére, a szülőföldre. A súlyvíz csupán, egyenesben repültem fel, ez a bizonyság, meglőtt madárként zuhanok rád, mind sebesebben. Örülök, hogy annak idején a kétnapos rendezvény egyik szervezője lehettem, s a kalendárom egyik lektora, Színe Mihály, Kossuth Díjas egyetemi tanár, akadémikus mellett. A kötetben költők, írók, művészek íjéshez kapcsolódó írásait is olvashatják. Nagyon sokan meg is jelentek ezen a rendezvényen, közülük országos hírű költők, írók, művészek, tudósok. Itt tisztelektek íjésnek. Lánya is itt volt, hiszen egy lánya volt, van, Mária, a család Rikának nevezi. Őt azért ismertem jól, mert az egyetemen évfolyam társam volt. Flóra néniről is van egy emlékem, egyszer vele is találkoztam. A lány útlevelét intézte az egyetemen, és akkor tudtam vele beszélgetni. Ilyen sokoldalú ember és író volt. Írt több kötet verset, regényeket, drámákat, esszéket, tanulmányokat, útleírást, kritikákat. Az 1930-as évek elején röplapot is írt és szerkesztett a rendszer ellen József Attilával együtt. Mindketten bíróság elé kerültek. Ott egyszerűen letagadták, hogy ők a szerzők. Így bizonyítékok hiányában felmentették őket. Petőfiről szóló könyve nélkül nehéz megérteni Petőfi sorsát és költészetét. Ajánlom ugyancsak. Művei nem könnyű olvasmányok. Nagy életismeret, érzelmi beleélés, elmélyült gondolkodás szükséges megértésükhöz. A gyerekek általában unalmasnak tartják írásait, mert tapasztalatok és ismeretek hiányában nem vagy alig értik meg őket. Sokat tapasztalt, sokat megélt, sokat olvasott felnőttek jobban felfogják a művek gondolat és érzésvilágát, mondani valóját. Talán a dombovári gimnáziumban szerzett negatív nyelvi élmény hatására is sok írásában foglalkozik a magyar nyelvvel, a nyelvműveléssel, a stílussal. Ma úgy mondjuk a kommunikációval. Szép magyar szó. Ezt a szót hangsúlyozottan vittük be az elmúlt időben, még a magyar nyelv órákra is. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy közlés folyamat. Tihanyban volt nyaralója, ott a parton figyelt fel egy jelentre, amiről aztán egy kis nyelvi epigramma született. Fürdőruhában szép lépésű nő, jó alakja az eleganciája. Hogy ideillik? Mi előkelő?
s mi mindent mond el, ahogy kisfiára pillantva elkiáltja. Hú, mész te felcsi, vigyázz, beeső! Magyar Beszéd című sorozatának egyik darabja elemistáknak. Nekünk sem árt. Az emberek általában azt hiszik, hogy szépen, művészien írni azt jelenti, hogy egyszerű gondolatait és az ember jól fölcicomázva, bonyolultan adja elő. Ennek éppen az ellenkezője az igaz. Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult gondolatait is egyszerűen és világosan előadni. A művészet pedig ott kezdődik, ahol az ember ilyen előadással még élvezetet is szerez a hallgatóságnak. A magyar nyelv természeténél fogva az egyszerűséget és a világosságot kívánja. A jó magyar írás és beszéd tanítását voltaképpen a gondolkodás tanításával kell kezdeni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az igazat keresi. Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és írni magyarul, ez tehát igazából jellemkérdés. Az íróság ott kezdődik, mikor az ember felelősséget érez egy alany és egy állítmány összefűzésekor is. Mert az is becsületvizsga. Állítás, amiért helyt kell állni egy életen át, egy nemzet életén át. Hogy jól fogalmaznunk, értenünk is kell a hallott, olvasott szöveget. Ezt már én mondom. Itt van egy kis gyerekdal. Csiga-biga gyereki, ég a házad ideki. Az óvodások sajnálják szegény csiga-bigát, mert az óvónéni nem mondja el nekik, hogy az ég szó itt nem ige, nem azt jelenti, hogy lángol, hanem főnév. Tehát, ha kijön a csiga-biga, a háza az égbolt lesz. Mert ez nem egy ijesztgető, hanem egy csalogató ének. Kapsz tehet vajat, ugye? Az sem ijesztgetés. A szó valami, a mondat annál több. De igazán jelentése a szövegnek van, abban kapja meg jelentését, értelmét a szó is, a mondat is. A költő a magyar nyelvet himnuszi magasságba emeli 1970-ben írt Koszorú című versében. Tudja, hogy nem csak a magyar nép, a magyar nyelv is megélt zivataros századokat, és él meg zivataros jelent. Fölmagasodni nem bírhatsz, de lobogsz még, szélka szabolt a magyar nyelv, lángaidat kígyóként a talaj szintjén iramítva, sziszegvén, néha kintól, többször bénadűktől megalázott, elhagytak szellemeid. Minden viszontagság ellenére a magyar nyelvet illeti a koszorú, mely a magyarság szenvedéseiből fonódik, mert a nyelvnek köszönhetjük, hogy megőriztük magyarságunkat, kultúránkat. És ezen érdemes elgondolkodni, hogy idejöttünk Európa közepébe, mindenhonnan más népek vesznek körül bennünket, sok oldalról szlávok, akiknek a nyelve szláv, de jó néhány közülük nem szláv név volt. A bolgárok bolgár-szláv nyelvet beszélnek, de valójában törökök, eredetüket tengítve, úgy is hívták őket, hogy bolgár-törökök. A horvátok Perzsiából jöttek, a szerbek a dinári Alpokból, tehát onnan van a Koszovó környékéről, de itt egy erős szláv, nyelvében erős szláv nép, amelynek a nyelvét ezek mind átvették, tehát nyelvet cseréltek. Kivéve mi a magyarok. Természetesen sok szláv szót vettünk át, a kapa, kasza, kovácstól kezdve a pecsenyéig, az ebéd, az uzsonna, a vacsora, ugye?
a szerda, a csütörtök, hogy ne mindent mondjak el, de alapjaiban mi megtartottuk a nyelvünket. Már Herder már a 19. század elején, egy német író, irodalomtörténész, történész, filozófus, mindenes, azt mondta, hogy a magyarság itt Európa közepén gyökértelen, és el kell pusztulnia, ez a sors várhat csak rá. Herdernek ebből a nézetéből is származik a reformkorban több olyan versünk, amely a nemzet halál gondolatát vetette fel. És azonban nem így gondolkodik. A vers végén a költő kerül előtérbe, mondván, hogy ami elismerést költőként kap, mint a nyelv művésze, az is, azt is az anyanyelvnek köszönheti. Fiait közül egy íme, szólni tudó más nyelveken is, hű európaiként, mondandói miatt figyelemres bólintásra becsült más népek előtt is, nem léphet föl oly ünnepi polcra, nem kaphat koszorút oly ragyogót, amelyet szaporán lesietve ne hozzád vinne, ne lábad elé tenne, mosolyjal bírva mosolyra vonagló alkad, fölnevelő édesanyám. És ez az édesanyám itt az édes anyanyelv. Illésnek van, Illésnek, bocsánat, van egy gyakran idézett mondata. Nem az a fontos, ecsém, hogy honnan jössz, hanem az, hogy hová mész. De ő is kereste, kutatta származását, hová tartozását. A nagyszülőkről és szüleiről szép és igaz emlékeket idéz fel a puszták népében. Az anya ozorai kálvinista, tehát református, és az apa dombovári katolikus családja között eleve feszültség volt. Szülei házasságát is ellenezték, ők mégis összeházasodtak. Anyját három gyermek után is lányos szépségűnek látta. Apjáról 121 versszakból álló két kész című versében így ír. Nem olvasom föl mind a 121 versszakot. Aki kezelte kézzel, szoborral kezelt érccel. Nem melegséget érzett, vasmerevséget. A szülők 1916-ban elváltak. Az anya gyerekekkel Budapestre költözött, az apa utoljára Tüskepusztán volt gépész. Most idézek. A Dombováron lassanként összeépülő Tüskeposzta főgépészházában, külön kerts udvar közepén apám egyedül élt, szomorúan, de kényelmesen. Külön kis fogata volt itt is, voltaképpen egész nap kocsizott, ellenőrizni nem csak a mellékmagyarokban, hanem más kisebb pusztákon a mezőgazdasági gépek és azok személyzetének munkáját. Kalapemelés fogadta a gazdacisztek részéről épp úgy, nem csak a Dőri bérletben, hanem az egész Eszterházi uradalomban. A költő apja itt van eltemetve a dombovári temetőben. Így és nem csak prózában, hanem versben is keresi helyét, hova tartozását. Ezt tükrözi az 1937-ben Rend a romokban című kötetében megjelent Nem menekülhet című verse. Lenéztünk a hajógépházba, ala a dugattyúk között a fűtők futkastak pucéran, s vörösen, mint az ördögök. A forró lég, mintha valóban a pokolból zúdult volna ki. Micsoda munka! Megszokták már, szólt könnyedén mellettem valaki. Nyugszéken ültem a hajón már, csukott könyvemmel térdemen, két felől kéklő hegyek úsztak, ápolták megfáradt szemem. Dombok és felhők. Megíratlan vers volt ez is, az utazás futó képeit lágyütembe fonta a lenti tompa dohogás. Úsztam a vizen, fönt a fényen, boldogan, hogy felül vagyok, költői szintjén a világnak, mely alattam békétlen dohog. Izzad és köpköd fuldokolva,
Megszokták, nyugtattam magam. Megszokták, nyilalt belém ekkor a múlt fagyasztó éjjel gúnyosan. Megszokták, megtudtad te szokni, volt benne részed a kapát. Emlékszel, emlékezz apádra. Mit szokott ő meg? A halált. Sorsa derekán mit szokik meg mind-mind, hisz tudod a szegény. Kínlódva jártam, föl alá már a hajó lüktető födélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamban. Áruló az vagy semmi más, csattan egy másik hang szívemben, s tagolta egyre a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc, ha megint alulra kerülnél a fűtőköz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mint a apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra a gróf birtokán, mintha apám és minden ősöm dolgott volna ott alant, jajongott volna föl a sírból, verte a rengő padló talpamat. Néztem kapkodva a vizet, a futó tájat, mintha velem már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem. Mintha dühöngve hány ingerlőn az rázna könyörtelenül tagolva a szót, nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerülj. A művészet és a művész sorsa, a művészet és az ember, a művészet és a társadalom kapcsolata és viszonya foglalkoztatja nagy hatású 113 soros Bartók című versében. A költemény a zeneszerző halálának 10. évfordulóján jelent meg a Színház és mozi című lapban. A lapot órák alatt elkapkodták. Az emberek érezték, hogy a vers azt az országos hangulatot fejezi ki, ami majd egy év múlva, 1956. októberében teljesedett ki. A vers részletes elemzése órákat venne igénybe. Erre egy előadásban majd sort kerítek, nem órákra, csak egy órára. Ezért most csak néhány részletet emelek ki belőle. Hang zavart? Azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz. Így indítja a verset. Mikor egyetemista voltam, még a múlt évezredben, az ötvös kollégiumban egyik este Ilyes Gyula volt a vendégünk. Megkérdeztük, kikre vonatkozik a nekik kifejezés? Arra a korra-e, amikor Bartók elhagyta az országot, s búcsú estjén felhangzott a dal, elindultam szép hazámból, ékes kis Magyarországból, vagy arra a korra, amikor a vers született. Azt felelte, minden olyan hatalomra, amely megalázza az embereket, a művészetet és a művészeket, és csak a saját maga érdekében akarja kihasználni őket. Ilyest a Bartóki zene, József Attilát is izgatta, tanulmányt is készült írni róla, vázlatán is készült, és a 20. századi modern művészetek megértése készteti arra, hogy általánosabb érvényű erkölcsi törvényeket mondjon ki. És jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk. Mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett. A jót, a rosszat, az erényt, a bűnt, te bennünket növesztel azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. A zsarnokságnak az egész társadalomra, az egyes emberek életére, a művészetekre való hatását egyetlen 200 soros, 50 versszakos mondatban mutatja be, az egy mondat a zsarnokságról című verse.
A verset 1950-ben írta, de csak 1956. november 2-án jelent meg először nyomtatásban, másodszor már csak a költő halála után. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy. Mert ahol zsarnokság van, minden hiába. E dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleves írodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. Nem így hagyjuk abba. Így is minden művét elolvasni hetekbe, hónapokba telne. Írni, beszélni róluk, elemezni őket évekbe, talán évtizedekbe. Egy versről szólnék még, melynek címe az orsó ürügyén. Az orsó a fonásnál, szövésnél használt eszköz, amelyre fonásnál föltekeredik a szál, szövésnél meg letekeredik róla. A három részre tagolt nagy versben az orsók, ahogy a cím is mondja, csak ürügyül szolgálnak, hogy a költő feltárja kétségeit és elmondja gondolatait a technikai fejlődés kapcsán a történelemről. Nagyanyám a vonatban is kötött, kikipillantva a történelemre, nem hízelgő megjegyzések közepett. A társadalomról. Ha minden úgy megy, mint mehetne, és ahogy annyiszor megindult, és az emberi lélekről, mikor lesz vajon lecsapolható a legmiazmásabb mocsár, a lélek szittyósainak holt vize. A vers ódai befejezése kétségeket is támaszt, de hitet is sugall. Ó, fölszabaduló női kezek! Kibúvók végre a nyálasodort vonal rapsziaiból, a kötőtűk villámló csuklóbilincseiből, az írógépek vitustánc dühéből, simogatásra homoruló tenyerek, rángó szájsarkat, szemhédeget, csecsemő ajkat csitító újbögyek, kezek, szemnyitók, szemlezárók, mennyi vár tennivaló még reátok?